Februárban 8 új programot hirdetett meg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, amelyekkel közvetlenül támogatják a fogyatékkal élő személyek munkába állását. A programokat Szabadkán is bemutatták. Nacionalna služba za zapošljavanje osobe sa invaliditetom prepoznaje kao posebno ugroženu grupu nezaposlenih lica na tržištu rada. Iz toga su Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje tržištu rada ponudili čitav niz programa i mera koji imaju jedan osnovni zadatak, a to je da povećaju konkurentnost i kompetentnost ovih osoba na otvorenom tržištu rada, pa da kažemo da je u pitanju nekih 8 programa zapošljavanja osoba sa invaliditetom, program stručne prakse, zatim u pitanju je program novog zapošljavanja, program samozapošljavanja, obuka za potrebe poznatog poslodavca, u pitanju je konkurs za javne radove, za angažovanje osoba sa invaliditetom i 3 u potpunosti nova programa. Jedan je subvencija poslodavcima koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, drugi je refundacija troškova za prilagođavanje radnog mesta i treći jeste refundacija dela zarada licima koje će pružati stručnu pomoć osobama sa invaliditetom na radnom mestu. A fogyatékkal élő személyek rehabilitációjáról szóló törvényt 2009-ben hozták meg, és tavaly óta alkalmazzák. Azóta jobban odafigyelnek a foglalkoztatásukra Szerbiában. Sada momentálno na teritoriju Vojvodine ima nešto preko 5000 osoba sa invaliditetom na evidenciji, a bilo ih je mnogo više. Bilo ih je više za 1141 odnosu na prošlu godinu. E sa šta je interesantno tu? Zakon je počeo da se primenjuje u maju 2010. Znači od januara do maja zaposleno je ukupno 200 ljudi. A od maja do kraja godine, do kraja 2010. je zaposlena ova razlika između 200 i 1141, znači skoro 800 ljudi je zaposleno u roku 6-7 meseci u odnosu na 200 ljudi koje je zaposleno za 5 meseci. To je jedan od ozbiljnih rezultata s kojim smo jako zadovoljni. I zadovoljni smo što je zakon rezultirao punjenjem specijalnog budžetskog fonda koji je namenjen za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i sada taj novac, a sakupilo se ukupno 800 miliona dinara, trošimo kroz ovih 8 programa, trošimo. Znači, plasiramo na tržište rada i usmeravamo isključivo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. A vidjet ćemo kako će se ovi naši programi, za koje ja tvrdim da su dobro izbalansirani, da li će se dobro pokazati na terenu. Ukoliko se pokaže da treba da ih redizajniramo, redizajnirat ćemo ih zajedno sa udruženjima, zajedno sa poslodavcima, zajedno sa pojedincima u krajnjoj liniji. A najčešći problem pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom, nažalost, jesu predrasude i nepoznavanje problematike, jer zaposlene osobe sa invaliditetom pružaju maksimalan učinak na radnom mestu, ne koriste češće bolovanje nego ostali zaposleni i većinom su pridruženi dobrim poslodavcima. Ono što je u svakom slučaju bitno reći jeste da ne postoji humanija obaveza jednog društva prema sugrađanima sa invaliditetom od stvaranja uslova za zapošljavanje, jer ovde je reč ne samo o ekonomskom osamostaljivanju ovih osoba, već i o socijalnoj integraciji. Sok még a tennivaló a nyugati országokhoz képest, azonban az új törvény bevezetése óta pozitív irányban mozdult el a fogyatékkal élők helyzete. A vállalatok bizonyos foglalkoztatotti létszám fölött kötelesek alkalmazni őket. A törvény miatt is, ami életbe lépett, tehát ami kötelezi a munkaadókat, akiknek 19-nél több foglalkoztatja van, tehát 19-től már egy fogyatékkal élő személyt fel kell, hogy vegyenek munkaviszonyba, és utána minden 50. munkásra egy fogyatékkal élő személyt. Mislim da je zakon definitivno unapredio odnos i ugao gledanja prema ovoj kritičnoj grupi, barem kada je zapošljavanje u pitanju, i to je ono što želimo da promenemo. Ja mislim da nije ni suštinski da li treba da se upoređujemo sad sa susedima, sa Evropom, nego prosto treba ovo da gledamo kao problem društva. I mislim da država ovog časa to i pokazuje. Nemrég létrehozták Szerbiában a fogyatékkal élő személyek professzionális rehabilitációját és foglalkoztatását segítő központot. Az intézmény hozzájárul a társadalomba való integrálásukhoz. Center za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je osnovan pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Beogradu i prvi je takav centar koji je osnovan u Srbiji. Njegov cilj je da obezbedi podršku
svim činiocima na tržištu rada, znači počeo od poslodavaca, nezaposlenih osoba sa invaliditetom, udruženja osoba, nevladinog i nevladinog sektora, znači na jednom mestu da integrišemo sve aktivnosti i da unapredimo položaj osoba sa invaliditetom na tržištu rada. Znači sve to realizujemo kroz programe koje Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi. Znači ideja nam je da osobe sa invaliditetom u što većem broju i na što prilagođeniji način, tamo gde postoji potreba da se prilagodi odgovarajući program, da osobe sa invaliditetom potpuno ravnopravno budu uključeni u sve mere i aktivnosti. A sve u cilju, znači njihovog zapošljavanja, afirmacije jednakih mogućnosti i jedna od znači prioritetnih ciljeva nam je rušenje predrasuda prema osobama sa invaliditetom. A központ illetékese hangsúlyozta, a munkaképesség meghatározása terén is jelentős előrelépés történt az utóbbi időben. Implementirali smo model procene radne sposobnosti za ceo nivo nacionalne službe za zapošljavanje, znači jedno donošenje integrativnih uputstava u radu za sve filijale, znači da se jednoobrazno radi u nacionalnoj službi za zapošljavanje i sa ciljem da se unapredi položaj osoba sa invaliditetom uvođenjem novih programa, realizacijom postojećih. Naravno, velika podrška u svemu tome su nam projektne aktivnosti, vrlo smo aktivni u projektnim aktivnostima, trudeći se da dobar deo evropskih standarda, znači implementiramo u rad centra, samim tim i nacionalne službe za zapošljavanje. Vajdaságban 5000, Szabadkán több mint 300 fogyatékkal élő személy szerepel a foglalkoztatási szolgálat nyilvántartásában. A legtöbben szakképzettség nélküliek, ezért tanfolyamokat szerveznek számukra. Az év második felében 12 fő informatikai alapképzésen vehet részt. Tavaly szerveztünk informatika tanfolyamot ezek a személyek részére, tehát 8 személy befejezte az általános informatika tanfolyamot sikeresen. Ebben az évben is terveztünk ilyen tanfolyamokat szervezni a számukra, mivel hogy körülbelül majdnem fele szakképzetlen, tehát nyújtunk nekik esélyt, hogy tovább tanuljanak, és hogy könnyebben kapjanak munkát. A fogyatékkal élők 5 szabadkai székhelyű egyesülete nagy várakozással tekint a tanfolyamra, és a 8 új foglalkoztatási programra is. Jó eset volna, hogyha az én koromban is lett volna ilyesmi. Szerintem az, aki csak bír egy kicsit is tényleg, és van kedve, és igyekvő dolgozni, hogy annak most ki kell használni ezeket a körülményeket. Csak attól félek, hogy nagyon nagy az igyekezet, de a munkáltatóknál, hogy nem lesz akkora, hogy is mondjam, visszhangja az egész dolognak, az előítéletek, meg az ilyen betáblázott gondolatok, meg fölfogások miatt. De emig nagyon-nagyon örülök, hogy végre már egy kicsit hathatósabb eszközökkel próbálják ezt a problémát megoldani, nem is megoldani, hanem megindítani a megoldást, ugye, lépésről lépésre. A fogyatékkal élők örülnek a nekik szóló programoknak, és remélik, hogy ezek a gyakorlatban is megvalósulnak. Ha ez mind be is válik, és meg is lesz valósítva, én leszek a legboldogabb, lehet, hogy már öreg nénikkel leszek, remélem, hogy megérem. De én mindenkit mindig biztattam arra, hogy dolgozzon, aki csak képes valamire, és mindig próbáltam nekik az önbizalmukat emelni, vagy pedig a reményüket, hogyha nem máma, majd holnap, vagy holnap után egyszer jobb lesz. És szerintem ez az, amit most ez ad az embereknek, csak nagyon szeretném és kérek mindenkit, aki csak bele lesz kapcsolódva legkomolyabban, hogy ne csak ígéretek maradjanak, vigyék ezt végbe, és tényleg hozzanak örömöt annyi embernek és annyi családba, az arcukra, a napjaikba, a jövőjükbe. A programok bemutatásakor az 5 egyesület 3 számítógépet kapott a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat jóvoltából, és ingyenesen bevezették a székhelyükre az ADSL csatlakozást is.